Mivel vagyok? Mit? Hogyha... Zsukta. Az óvodavezető várja önöket. Elég brutális dolog elszakítani egy ilyen pici gyereket a családjától, és végül is a mostanság erőteljesebbé váló integrációs törekvéseknek ez az egyik hatalmas előnye, mert az integráció végül is arról szól, hogy a fogyatékos gyerek épp úgy jogosult, mint az épp gyermek, a lakóhelyén megkapni a számára szükséges fejlesztő, netán speciális a foglalkozást a sajátos nevelési igényeinek megfelelően. De amíg hát azt nem tudjuk a közoktatásban megvalósítani, hogyha Máté Szalkán lakik az a gyermek, akkor ott helyben kapjon egy ilyen speciális fejlesztést, addig szükséges csak az, hogy a gyereket kiemeljük, elhozzuk, messzire elhozzuk a lakóhelyétől, és valahol máshol kapja meg ezt a fejlesztést. Menjek ki én először. Jobban jó. Na. Na, mit csinálta? Na, nézd már. Várjál kicsit, azt mondta neki. Na. Hát várjál meg az ajtó előtt. Egy előtt. Ha
Mert ez a kérdésem, az a kérdésem, vajon brutális, vajon brutális-e, amikor a szükséges, amikor a szükséges. Na. Tehát, hogy most a szükséges érzelmileg, brutális. Érzelmileg brutális dolog, ugye egy kisgyermeket elszakítani a családtól, mert annak a kisgyermeknek nem lehet megmagyarázni, hogy ez a te jövődet szolgálja. Ez azért szükséges, mert ha te itthon maradnál, akkor ezt a speciális fejlesztő szolgáltatást nem kapnád. A gyerek csak azt érzi, hogy ő kapaszkodik a családjához, és mégis van, amikor eljön vasárnap délután, azaz 5 óra, el kell köszönni a család többi tagjától, föl kell ülni a vonatra, vagy kocsiba kell szállni, és jön a legnagyobb tragédia, amikor ott az iskolába el kell várni a szülőtől, mert azt mondja anyuka, hogy pápá, majd jövök utánad, amit lehet, hogy szintén fel se tud fogni, hogy mennyi az az 5-6 nap, amíg neki várni kell. Nagyon lényeges a szülőkkel megértetni, most halló szülőkre gondolok, hogy a beszédfejlődésnek is van egy legkedvezőbb időszaka, optimális érési periódusa, ezt mi úgy nevezzük, hogy szenzitív, érzékeny fázis, mint minden más egyéb funkciónak. Nem véletlen, hogy az egész világon 6-7 éves korban kezdődik az általános iskolába a beiskolázás, mert akkora fejlődnek ki a az íráskészséget megalapozó finom mozgások, akkora alakul ki az alak-háttér differenciálás a gyereknél, és mindazok a pszichés funkciók, amelyek az iskola kezdéshez szükségesek. Nézd ide, mit hoztam! Melyikkel játszunk először? Gyere, csücsülj le! Csücs! Ide csücsülj a fotelba! Úgy! Ez az! Nagyon jó! A beszédnél is ez az 1-2 éves kor körüli időszak a legkedvezőbb arra, hogy kialakuljon, hiszen a természetes fejlődési időszaka is ekkor van. Ezért nagyon fontos a szülőknek elmagyarázni, hogy nem szabad elhalasztani ezt az időszakot, elmulasztani ezt az időszakot a beszédfejlesztés idejéből, mert ha ez későbbre tevődik 3-4 éves korra az indítás, akkor sokkal nehezebb lesz. A beszédindítás, lassúbb lesz a fejlődés. Picit válsz és megnyomhatod. Jó, nyomd meg. Itt van. Nem mozog, ha nem mondasz semmit. Csak ha mondod azt, hogy akkor mozog. Most te? Ügyes vagy! Nagyon drága vagy! Pá! Rebi? Pá! Akkor semmi nincs. Mondod. Pá! Ez az! Nagyon ügyes! Még egyszer? Pú! Pá!
Jaj, de drága vagy. És ez? Mi van itt? Mondjad. Ez az. Mi az volt? Kacsa. Kacsa. Te szép. Ugyanezt meg kell értetni a siket szülőkkel is, de nem csak el kell fogadtatni, hanem segítséget kell számukra biztosítani. Az említett utazótanár személyében, de lehet, hogy nem is elegendő csak az utazótanárnak a heti kétszeri, háromszori megjelenése. Ennek a gyereknek biztos, hogy nagyon korán halló közösséget kell szervezni, ha halló a gyerek. Természetesen, ha a siket szülők gyermeke is hallásérült, akkor viszont a nagyon intenzív, mesterséges beszédfejlesztést el kell kezdeni. Dob. Most dobolunk. Jó? Dobolj, és akkor lépek. Még egyszer? Menj vissza, mondd neki, menj vissza, te itthon maradsz. Igen, na törő. Szeret iszkolában, akkor úgy köpni ma.
Nem voltam kollégista. Mivel nem voltam kollégista. Mert apám azt mondta a tanároknak. Ugyanis apám azt mondta a tanároknak. Akik erőltették. Akik erőltették, kollégiumban, hogy kollégiumba menjek. Nem, azt mondta, azt mondta apám, nem. Azt mondta apám, van hogy nem. Otthon van minden a helye. Fog járni. És minden nap be fog járni. És mégis. És mégis. Hiába vagyunk 10 gyermek a családban. Hiába vagyunk 10 gyermekes család, vagy voltunk. Tanév fáradalmaitól. Tanév fáradalmaitól. A tanév fáradalmaitól. Szinte június végéig csak alvással töltöttem. Végéig alvással töltöttem az időt. A nyári napokat. A nyári napokat. A júliusban kezdtem. Júliusban kezdtem föléledni, kapcsolódni a dolgokhoz, fürödni mindenfélét, és már augusztus elején már megkérdeztem az anyukámtól, hogy mikor lesz az iskola. Már készültem, mert mégis már oda kötöttem. És a testvéreim meg már fogták a fejüket, hogy hát nem vagyok én normális, hogy az iskolával foglalkozom, és várom az iskolát, de ez nem véletlen. Annak ellenére, hogy jól értem magam, hogy nagyon jól érzem magam a családban. Az a szerencse a kezdeti nagyon nehéz időszak után hamarosan eljön az az időszak, mert ugye azért a beilleszkedés, az elfogadása az új helyzetnek, pláne kicsi gyerek esetén nagyon nehéz, de hamarosan eljön az, hogy a sorstársakkal való együttlét az olyan örömet okoz a gyereknek, nálunk is az iskolában nagyon várják, hogy vége legyen a szünetnek, a tavaszi szünetnek, az őszi szünetnek, amit valóban halló gyerekek nem értenek meg, mert ők már akkor egymás között lehetnek, és egymás között a kommunikáció sokkal gyorsabb, élménydúsabb, és ezt várják a mi gyerekeink is. Nem vettél, nem vettél, beszélgettünk. Gyerek, ti mikor értettek, te 10 méter, 10 kilométer? Kávéspén. Nem az, hogy nem hajlandó a hallóval kommunikálni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy megtalálta azt a társaságot, azt a közösséget, ahol a maguk akadálytalan nyelven, jelnyelven tudnak kibontakozni, fejlődni, és ezért érzi jól magát ott, vagy jobban magát ott. Ezek kettős török. Ez kettős dolog. Mert otthon a hallók csak beszélnek, senki nem tud jelelni, és a halló szülőkkel nincs kommunikációja, nincs kapcsolata. Tehát félre mennek az információk, és ott meg megtapasztalta az iskolába a társaival, hogy akadálytalanul tud kommunikálni. És ezért érzi jobban magát ott. A hallók ugye nem ismerik sajnos a társadalom szemlélet formálása még olyan gyermekcipőben tart, nem csak a hallásérültekkel kapcsolatban, hanem minden fogyatékossági típussal, hogy az egészséges emberek, én azt gondolom, hogy szeretnének nagyon sokszor segíteni, közelíteni a fogyatékos embernek, de van bennük egy
egy bizonytalanság, sőt azt is lehet mondani, talán félszegség is, hogy hogyan közeledjek a másikhoz. Nem tudom, hogy milyen reakciót fog kiváltani, elutasít, vagy esetleg elfogadja az én közeledésemet. Hát a másik oldalról meg ugyanez van, hogy a siketember meg furcsa, különleges lényként éli meg az épet, akitől korábban egy-két kellemetlen élményt, tapasztalatot is szerzett, hogy ő is inkább elszigetelődik, félénkebbé válik, és ez a két társaság külön szigetet alkotva nagyon nehezen tud egymás felé közeledni, egymásnak kezet nyújtani. A siket gyerekek és a halló gyerekek hasonlóak. De a vizuális úton többet lehet, több feladatot lehet adni. Kifejezőbb a vizuális út. Gyerekkoromban többféle dolog érdekel, többféle mindennel foglalkoztam, hűtögetése és különböző dolgokkal. Ügyes vagy. Foglalkoztam a rajzolással is, és többen felfigyeltek rám, hogy nagyon jól rajzolok. És végül a nagybátyám vette észre, és ő vitte el engem a képzőművészeti szakkörbe. Megtanultam elmélyült ebben rajzolni, nagyon sokat gyakorolhattam. És amikor 8-os voltam, felmerült a kérdés, hogy hova tovább. A rajzolás nagyon jól ment, és akkor került képbe a képzőművészeti szakközépiskola, és oda jelentkeztem.
Én a formavilág felé közelítek. A színvilág nem annyira domináns. Engem jobban érdekel a forma hangsúlyozása, a domborítás. Domborítás kiemelése. A hangsúlyozás. Az intellektuális megközelítés a hallóknál mi elmélyültebb. A vizuális kommunikációban náluk összekapcsolódik az intellektussal. Siketeknél ez kevésbé érvényesül. Ha csak saját maga tapasztal meg dolgokat, egyre mélyebben és mélyebben. Ehhez a siketeknek meg kell küzdeni, hozzáolvasni, többféle információnak utána járni, előadásokat megfigyelni, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek. A hallók között is, a hallók között nőttem fel, és ezért a meglátásom inkább a világegyetemre irányul, nem egy dologra összpontosul, tehát nem csak a sikettségre összpontosul. Mélyebb gondolatok, mélyebb elgondolások, a siketek és az egyetemes kapcsolat érdekel. A siketek vizuális kommunikációs formájának következtében a részletek megfigyelésében nagyon jók. Vizuális összefüggéseket nagyon jól észrevesznek. Mit gondoltok? Mit gondoltok? Jó erős napfény van. Tudod, van 100 asás film, 200 asás film, 400 asás. Mit gondolsz, most melyik kell? Melyik film kell ilyen jó, erős napsütésben? Igen, tehát a 100 az jó lesz, nem kell 400 asás film. Az akkor kell, mikor nem süt nagyon a nap, mikor kevés a fény. Úgyhogy 100 asás filmet fogunk betölteni, és ma fekete-fehér filmmel fogunk dolgozni. Ezt azért is nagyon jegyezd meg, hogy mikor választasz témát, akkor a fényeket nézd, tehát a fekete-fehér filmnél ugye nincs szín. Tehát olyan témát válasz, ahol a fények, az árnyékok dominálnak, tehát azok a lényegesek. Másképp kell gondolkozni fekete-fehér filmmel, mint színessel, tudod? Oké. Akkor Éva, ez a te géped lesz. És még egyet viszünk. Itt kívülről csinálná a fotókat, de telével csinál. Nézd, próbálj meg díszeket fotózni, díszeket, azokat a rózsákat. Az óra is nagyon jó, hogy innen lentről.
szobró. Ez a rácsúzat, nézd meg, milyen érdekes. Milyen érdekes fotó. Lehet ember. Telével kicseréljük? Telét. Az arca, indiai. Nem figyelted? Sok vizsgálat folyt arra vonatkozóan, hogy a vizuális megfigyelőképességük a hallásérült embereknek milyen, és ezek a vizsgálatok bebizonyították, hogy hallásérültek az apró részletekre menően is nagyon jó megfigyelő képességgel rendelkeznek, és van még egy érdekes tulajdonságuk az emlékezet terén, tehát megfigyelés és emlékezet, az úgynevezett eidetikus emlékezet, aminek az a lényege, hogy fényképszerű az emlékezet, tehát a siket, ez a halló gyereknél is megvan kiskorba, csak a siketek ilyen szempontból azért érdekesek, mert náluk megmarad az egész felnőtt korúba. 3 órakor 30 perc múlva a 11. vágányról. A vonat Nyíregyházáig menetrend szerint csak Vizesavony, Miskolc, Tiszai pályaudvar, Szerencs és Tokaj állomásokon áll meg. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a vonatra a menetdíjon felül Intercity pótdíjat kell fizetni, amely magában foglalja a helybiztosítás árát. Felhívjuk figyelmüket, hogy belföldi Intercity járataikon a dohányzás csak az azon kijelölt közösségeket ér. Ági, ez is a tiéd? Kié? Ritáé? Írja már. Na most azt gondoltam, hogy 3 képet nagyítunk, 3 képet felnagyítunk, mindenkitől egyet, válasszuk ki, melyik legyen az. Sok jó kép van, nehéz lesz, de válasszunk. Galambot szeretnéd? Melyiket szeretnéd? Melyik a legjobb képed? Galamb? Hát csináljuk a galambot. Jó. Most ez a két adottság, ez a nagyon jó részletekre történő megfigyelőképesség, és az eidetikus emlékezet, mint két alapvető adottság, színezi tulajdonképpen az ő művészeti teljesítményeit, amit én nem csak rajz és festett képek kapcsán figyeltem meg, hanem a fotózásnál is ez nagyon jól megjelenik. És ez a halló embereket annyira izgatja, és annyira elismerik az ilyenfajta teljesítményeket, hogy nálunk az iskolában 2,5 éve kezdődött csak a fotószakkör, a fotószakkör beindítása, de a gyerekek már az tavalyi országos középiskolai fotópályázaton első díjat nyertek a fotóikkal. Mert olyan érdekes részleteket ragadtak meg, illetve olyan felidézett események után mentek és rögzítették, ami megdöbbentő, jellegzetes művészi hatást hozott.
Gyere, cica. Megkapjam egy kicsit. Majd mindjárt megnézzük, jó? Mindjárt megnézzük. Na. Nagyon klassz. Szegény galamba pályaudvaron.